A nulladik nappal vette kezdetét a zenei fesztivál, amelyre a késő esti órákban már meg is érkeztek az első bulizni vágyók. Többségük visszatérő fesztiválozó, de a színes fellépők listája szinte minden évben új résztvevőket is kicsalogat. Mint mindig, idén is két színpadon, számos hazai és külföldi lemezlovassal, zenekarral várták a szervezők a szórakozni vágyókat. Igazából ez az első alkalom, hogy itt vagyok, és csak a barátok miatt, illetve barátnő hívott, hogy jöjjek el, jó hely, egy jó buli lehet. Úgy terveztem, hogy egyelőre csak az első napra jövök el, aztán, hogyha megtetszik és jó lesz a hangulat, akkor biztos, hogy a második és harmadik napra is el fogok jönni. Igazából számon én nem tudom, hogy hányszor voltam. Szerintem hát 8 talán. Én pont az ilyen jó veretős rockzenék miatt szeretek ide járni. Ja, hogy hát én ezeket az ilyen nagyon üvöltős zenéket szeretem. Igazából haverok miatt, a vibe miatt, nem tudom, szerintem egy, ahhoz képest itt helyben ez egy legjobb fesztivál. Mennyire vagy elégedett a fellépőknek a listájával? Hát az idején, hát a tavaly az számomra elég gyenge volt, úgyhogy most meglepően ez egy szerintem egy nagyon jó egy lista, vagy nagyon jók a fellépők, ahhoz képest, hogy tavaly mik voltak. Tavaly az kevésbé volt az én stílusom, úgyhogy azt ki is hagytam. De egyébként nagyon, nagyon meg vagyok elégedve jelenleg. A bevezető este legnagyobb, legközkedveltebb és legrégebbi fellépője Rudán Joe és Kalapács volt, de zenélt még DJ Maxi, Joel Junior és Molnár B is. A magyarországi direktzenekar első alkalommal koncertezett Magyar Kalizsán. Borsi Dorina és Hegedűs Zoltán együttese 4 éve alakult, és elsősorban progresszív rockot játszanak. Vagyok a zenekarban, de már így 3-4 éve a srácok már elkezdtek zenélni, úgyhogy jelen pillanatban itt tartunk. Akkor van már múltatok, mit lehet elmondani, milyen zenei stílust képviseltek? Hát ez mindig kérdés nálunk, így önmagunkat legjobban a progresszív rock, egy kicsit a metalból is, a hard rockból is merítünk, szóval így mindent próbálunk így összeötvözni, és abból lesz a direkt, ha fogalmazhatok így. Hát akkor meséljetek nekünk egy picit, hogy Magyarországon ez a zenei stílus hol tart? Mennyire elfogadott, mennyire vannak fesztiválok, igényre? Hát elég nehezen tudunk úgy elhelyezkedni fesztiválokon, meg így helyeken, de igyekszünk mindig. Vannak, akik támogatnak minket elég jól, tehát hogy igyekeznek behívni mindenhova, ahol lehet, ott akkor akusztikus koncertet szoktunk adni, ahol nem annyira fogadják el a metált, vagy éppen nem annyira stílusuk, de azért úgy elfogadható. Így igenis, így underground körökben mozgunk egyelőre legfőképp. Nyilván az lenne a cél, hogy minél magasabbra törjünk, és minél több dolgot így megugorjunk. A Kanizsa Fest másnap is dübörgött, a fesztivál részeként megtartották a 6. közösségi napokat is, ahol számos program várta a kicsiket és a nagyokat is egyaránt. Fellépett a gyerekek nagy kedvence, a magyarországi Alma együttes is.
Minden évben jövünk, a lányoknak nagyon tetszik és izgalmasak a koncertek, szeretik ők is az Alma együttest, így tavaly is ugyanúgy szintén voltunk a családi napon, játékokat és a lovakat is szeretik, és akkor ilyenkor egy kis kikapcsolódás. Családostól már 5 éve részt veszünk a rendezvényprogramon. Leginkább a koncertek azok, amik érdeklik a gyerekeket évről évre jobban és jobban, meg persze a kézműves foglalkozások is nagyon tetszenek nekik, mert minden évben mással kedveskednek a gyerekeknek, igyekszenek ugye mindig újat kitalálni, és a gyerekek már várják is a programnak azon részét, hogy mikor vehetnek részt egy kis ügyességi vetélkedőbe, egy kis kézműves foglalkozáson, és hát ugye a családdal a szórakozáson, a koncerteken. Íjászat, szabadtéri társasjáték, ugrálóvár, arcfestés, kisállatsimogatás is szerepelt a programok között, de kézműves foglalkozásokon is részt vehettek az érdeklődők. Békát készítettünk, meg készítettünk elefántot a másik asztalnál. Úgy készítsük a békákat, hogy az esnek a nyelvüket összeragasszuk az a ragasztóba jönne, és akkor utána pedig a többi felét itt és itt az elejét, és utána beleragasszuk a szívószálat, és utána levágják itten az elejét, hogy úgy nézzen ki, mint a béka nyelve, utána pedig kapunk egy tálat, meg egy zöld papírt, és át kell rajzolnunk, és utána az ollóval kivágjuk, és utána pedig csinálunk egy lyukat, hogy összehajtsuk, és utána pedig a békát széthúzzuk, és utána rárajzolunk, és utána kapunk 2 kicsi kört, és azt is lerajzoljuk, és kivágjuk, és és ide kell ragasztani a 2 szemét, utána pedig össze kell ragasztani 2 kört itt, meg a lábát itten, hogy ott legyen a lába, utána pedig rárajzolhatsz olyat, amit akarsz, és utána így fog működni. Főtekered elsőnek, és meg belefújsz a szívószálba. Utána pedig újra főtekered. Középkori táncokat is láthattak a kilátogatók, valamint kincsvadászatban is részt vehettek. A varázslat iránt érdeklődőket pedig bűvész kápráztatta el.
fesztivált Újvári Zsombor, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője nyitotta meg. A Kanizsa Fest több mint 10 éve várja a fesztiválozókat. A 10 év alatt számos változás, újítás történt a szervezésben, valamint új kísérő rendezvényekkel is bővült a fesztivál, mint amilyen a közösségi napok is. A Kanizsa Fest zenei fesztiválként indult, és néhány évre rá döntöttek úgy a szervezők, hogy ezt ki kell bővíteni, és mindenki számára megnyitni a Kanizsa Fest kapuit. Akkor fogalmaztuk meg azt a szlogent, amit itt a mai napig tartunk, hogy a Kanizsa Fest mindenkié, 0-tól 99 éves korig, vagy még akár tovább is mindenki megtalálja itt a szórakozását. Itt is most látjuk, egy almazenekar koncert előtt vagyunk, készülünk, rengeteg gyerek van a vásártéren. Én ennek mindig örülök, és a szívemnek ez nagyon kedves, hogy egy ilyen közösség építésbe fogtunk a Kanizsa Festtel, és hát rengeteg embernek talán tudunk örömet szerezni azokkal a programokkal, amiket itt ingyenesen rendelkezésre bocsátunk. A délutáni programok után a fesztivál második napján 21 órától ismét a zenéjé volt a főszerep, míg Lotfi Begi, DJ Dudás és Dexter a modern zenekedvelőit szórakoztatta, addig a nagy színpadon először a Frénia zenélt, őket pedig Ribje Csorba követte. Utóbbi együttes mintegy 2 órás koncertet adott rajongóinak péntek este. Он же за время с устаюшкой за пушатым жаповым. Когда мы не гуманжем, он вымерл на машину бомбы. И глядом он, что душа тратит, коли другая вся водичка в пазе. Так что ты не умат на конец, кажу мне, да сэра, что болец. Боли, 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 шеле. Али он и мало мане доле мене. Али он и мало мане доле мене. За любим се беже смута, уроку от имени. A fesztiválozók úgy vélik, ebben az évben jó zenei összeállítással és kiváló kísérő programokkal sikerült megszervezni a több mint egy évtizeden jelenlévő rendezvényt. Easy. Az eddigi elmúlt 2 nap szerintem tökéletes volt, tökéletes a hangulat, a társaság, a zenekarok jól játszanak. Erről a napról meg majd meglátjuk, hogy hogy fog alakulni, szerintem a Ród az oda fog nyomni az egész fesztiválnak. Te még kit látnál szívesen, kit hoznál el, kire lenne még szükség, vagy hogyan lehetne összeállítani a zenérepertoárt, hogy picit változatosabb legyen? Hát, amondó vagyok, hogy az Oszcián együttest, ő egykor már lépett fel a Kanizsa Fest keretein belül, az Oszcián együttest visszahoznám, de esetleg még a pokolgépet vagy a tankcsapdát is el tudnám képzelni, játszani ezen a fesztiválon. Főképp a Rudandzsó és Kalapács és a Ród. Hát és igazából ez a kettő, ami miatt jöttem, meg maga a hangulat, ami itten annyira megfog, hogy ez itt minden évben valami fantasztikus. Tehát akkor már nem először vagy? Igen, most vagyok 3-adjára, és minden évben jövök. Mit szólsz a zenei, vagy illetve az együttesek összeállításához? Hát szerintem jó, habár néha kicsit lehetne változtatni a sorrenden, ugyanis nem mindig illik össze egymás után, és akkor ezért szerintem annyira nem jó, de különben elmegy.
Az utolsó napon az együttesek és a lemezlovasok ismétre meg koncertekkel, jó hangulattal, valamint ismert zenei mixekkel várták a közönséget. Többek között a Ród, a Szemász, de Gyomla is, és Katapult DJ is kiváló mixekkel búcsúztatta a fesztivált. Aki pedig nem jutott ki Magyar Kanizsára, az ne búsuljon, hiszen a Kanizsa Fest várhatóan jövőre is várja majd a bulizni vágyókat. Thank you.